Több száz gyermektől volt hangos szombaton Berkes község. Idén első alkalommal rendeztek gyermeknapot a térség hátrányos helyzetű gyermekeinek a településen. Kreatív és fejlesztő játékok, sportrendezvények és vilámpark várta a legkisebbeket. Volt, aki még tetoválást is készítetett. A Spider-Man-es és a gyereknap jó. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen több évtizedes múltra tekint vissza az árvák és hátrányos helyzetűek gondozása. 1952-től egészen 2000-ig működött itt bent lakásos gyermekotthon, közölte a település polgármestere Szidor Attila. A rendezvénynek a jelenleg oktatási és közösségi központként aktív Vai Kastély udvara adott helyszínt. Az épülettel további tervei is vannak a községnek. Azt szeretnénk, hogy a 3000 négyzetméteren egy kollégium alakulna ki, hátrányos helyzetű gyerekeknek a kollégiuma, hisz, mint ahogy említettem, a mérföldkeknél, a történetében, a településnek benne van a vérkeringésében ez, hogy benne van a nevelés, az oktatás, az itt élő emberek így érték le az életüket, hogy állandóan, folyamatosan, generációról generációra segítették a hátrányos helyzetű gyerekeknek a oktatását, nevelését. A hátrányos helyzetű gyermekek segítése a megyei önkormányzat számára is fontos feladat. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program legutóbb kiért pályázataival a felzárkózást szeretné segíteni a megye vezetése, közölte a közgyűlés elnöke. Remélhetőleg a megyei önkormányzat kedvezményezetként is szerepet vállalt ebben a programban, amely hátrányos helyzetű gyermekeknek, hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak nyújt esélyt a felzárkózásra, a társadalmi integrációra, ilyen módon az itt lévő gyermekeknek is, akár az őket nevelő családoknak, akár intézményeknek is persze. Minél család közelibb egy ellátás, egy gondoskodás, annál jobb, és nyilvánvalóan ez társadalmi kérdés is, és kormányzati politika is jelenleg, hogy ezeket a folyamatokat erősítsük. A szombati rendezvényre 700 hátrányos helyzetű gyermeket vártak a szervezők a térségből, akiket a színes programokon túl ebéddel is vártak a berkesziek.